Újításunk előtt a perzsa birodalom volt a világ ura. A görög birodalom egyre nehezebben tudta kivédeni az ellenség csapásait. Itt van Görögország. Milyen kicsi a hatalmas perzsákhoz képest. Igen, tényleg nagyon kicsi. Kit érdekel egy ilyen apróság? Meséljen róla, professzor. Elmondok valamit, amit talán nem tudtok. Egyetlen ember is meg tudja változtatni a történelem menetét. Majd mindjárt meglátjátok, hogyan. Szép ló, mennyit kérsz ért? 12 aranytálat. Nem, az túl sok. Nemes hálat, királynak való. Majd a szakértő megállapítja. Ha ilyen tréfásra találod, üld meg! Nem, felség, inkább nem. Megparancsolom, ülj fel rá! Errálóra, nem örülök neki. Az nem lehet, hogy ezt a lovat senki sem tudja megülni. Majd én megülöm. Te? Sándor, neked miért sikerülne? Mert a többiek ügyetlenek, de bocsásd meg nekik. Nem, szép dolog a hencegés. Hadd próbáljam meg. Észrevettem valamit ezen a lovon. Fél az árnyéktól. Jól. Ügyes. Ne félj. Jól van, gyere, mutassuk meg nekik! Gyá! 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 Nagyszerű ló ez, atyám. Megéri a 12 aranytálentumot. Fiam, egyszer egy egész birodalmat kell irányítanod. Úgy látom, Macedónia neked túl kicsi. Sándor Bukefalosznak nevezte el a lovát, amely később igen messzire szaladt vele. Olyan helyekre, ahol előtte még nem járt ember. Hol is van pontosan ez a Macedónia, tanár úr? Macedónia nagyon kicsi ország. Már is mutatom. Görögországtól északra. De néhány év múlva, ahogyan apja megjósolta, Sándor egy egész hatalmas birodalmat hozott létre. Az emberiség történelmének legnagyobb birodalmát. És mindez teljesen egyedül? Természetesen nem. Sokan segítettek neki. Közülük az egyik nagy hatással volt Sándorra. De nem minden tanácsát fogadta meg, és ezt rosszul tette. Ki volt az az ember? Egy nagy filozófus. Nagyon hasonlított... Arisztotelész, éppen téged kereslek, beszélnem kell vele. Macedóniai Fülöp, köszöntlek, felség. Miben állhatok szolgálatodra? A fiamat Sándort fel kell készítened a királyságra. Miért éppen hozzám fordulsz ezzel? Mert te is, Pláton, vagytok a legnagyobb filozófusok. Igaz, egy király legyen bátor a csatában, de az sem árt, ha bölcs. Rendben van, vállalom. Ismereteinkhez az érzékeinken keresztül jutunk, de mindazt, ami valóságosnak tűnik, az értelmünknek kell igazolnia, mert csak így tudjuk felfejteni észleléseink rejtett igazságát. Nézzetek körül, az érzékeitek azt mondják, hogy a föld lapos. Vannak rajta hegyek és völgyek, de a föld lapos. Láttál már holdfogyatkozást? Igen, egyszer láttam, valami árnyék takarta el. És mi lehetett az? Hát a... A föld árnyéka, rajzold le. Tessék, hadd lássam. Ha a föld lapos, miért görbül el az árnyék vonala? Mert a föld gömbölyű, mint a labda. Pontosan. És nagyon nagy. Ezerszer, milliószor nagyobb, mint egész Macedónia. Szerintem ez azt jelenti, hogy Macedónia nagyon kicsi. Hát ahogy vesszük. Ez is bizonyítja, hogy a föld lapos. Segítség!
Segítsetek rajtunk! Mondd el bátran, barátom, mi a baj? Egy oroszlán lejött a hegyekből, és megölte egy bárányomat. Az emberek nagyon félnek. Egy oroszlán? Én puszta kézzel elbánok egy oroszlánnal. Ez nem bátorság, ez butaság. Szerinted én nem vagyok bátor? A gyáva kerüli a veszélyt, elbújik előle, meghunyászkodik. A vakmerő gondolkodás nélkül nekiront. Az igazán bátor ember szembenéz a veszéllyel, de használja az eszét. Puszta kézzel neki menni egy oroszlánnak botorság. Az okos ember fegyver után néz, ami megsokszorozza az erejét a harcban. De én nem hétköznapi ember vagyok. Az istenek vére folyik az ereimben. Az ősöm Isten volt. Akkor halhatatlan is vagy? Tudod, hogy csak az istenek halhatatlanok. Gondolkozz, Sándor. Ismerem Macedóniát, és tudom, hogy minden macedón halandó. Igen, és? Te is macedón vagy? Igen, macedón vagyok. Te macedón vagy, minden macedón halandó, ergo te is halandó vagy. Ez logikus, igaz? Majd meglátjuk. Hol az az oroszlán? Hadd fékezzem meg! Gyere, megmutatom! Fogjátok fegyvert, és menjetek utána! Hol az a híres oroszlán? Azt hiszem, ez egy földi halandó vére. Apád macedóniai Fülöp nagy király, és természetesen nagyszerű férfiú. De mégiscsak ember, és az ember, ahogy az állat is, a saját fajtáját szaporítja. Következésképpen te is csak ember vagy, Sándor. Forró vérű vagy, Sándor? Az értelmed irányítsa a tetteidet, ne az érzelmeid. Gondolkozz el ezen. Tisztellek, ahogy atyámat tisztelem. Tőle kaptam az életem, tőled pedig a tudást, hogy bölcsen éljek. Az apja iránti szeretet és a bölcsesség. Hamarosan választania kellett a kettő között, mert amikor apja elvette feleségül a gyönyörű Kleopátrát... A lányomra, Kleopátrára és a gyermekre, aki hamarosan megszületik, Macedónia jövendő királyára. Arra akarsz célozni, hogy én törvénytelen vagyok? Látjátok, macedónok? A királyotok, aki Ázsiába akar vezetni benneteket, már az egyik asszaltól a másikig sem bír elmenni. Természetesen Sándornak ezután messziről kerülnie kellett a királyi palotát. Hú-hú! Erre! Hú-hú! Elmehetsz. Sándor! Anyám! Te vérzel! Megsebesültél! Jól vagy! Igen, anyám, semmi baj. Sándor, nem féltelek! Te legyőzhetetlen vagy, halhatatlan vagy. Már mondtam neked, nem macedóniai Fülöp ez a hitvány király az apád. Zeus nemzett egy villám által, az istenek királya! Ah, csak hogy itt vagy, már vártalak! Te vagy Macedónia új királya. A világ javai semmit nem érnek. A jó élet célja és értelme nem a gazdagság. Áj. Ki vagy te és mit csinálsz itt? Diogenész vagyok, a filozófus. Diogenész, tehetek érted valamit?
Igen, ne áld el előlem a napot! Az istenekre, ha nem Sándor volnék, Diogenész szeretnék lenni. Egész Görögország hajlandó követni Sándor, ha felszabadítasz minket a perzsák alól. Görögország lehet, de mi spártaiak nem! Perzsia volt a valaha ismert legnagyobb hatalom. Indiáig, Kínáig, Oroszországig, Egyiptomig terjedt. Magában foglalt olyan országokat, amelyeket ma úgy hívunk, hogy Afganisztán, Pakisztán, Irak, Irán, Szíria, Izrael, Libanon és Törökország. A perzsák 1 milliós hadsereget tudtak kiállítani. Annyi katonájuk volt, hogy egész folyót ki tudtak volna inni. Az istenekre, uram, nézzen ide, kiszáradt! Görögország legerősebb hadserege 30 ezer gyalogosból és 10 ezer lovasból állt. Háromszor ennyi perzsa van Hellaszpontosznál. Igen, tudom. És? Tudom, hogy az istenek velem vannak. Előre, indulás! Csak 22 éves vagy, Sándor, sok győzelem áll még előtted. De jegyezd meg, ne engedd, hogy hevességed vezessen, uralkodj rajta. Egész Ázsiát elfoglalom. Beszélj! Merre járnak? Sándor serege elérte Ázsiát, 30 ezer katonája van. Elment az esze. A mi 100 000-es seregünk a tengerbe kergeti azt a nyápic kis Macedont. Intézkedj! A görögök hajnalban támadnak abból az irányból. A szemükbe fog tűzni a nap. A gerincen várjuk őket a csapatainkkal. A Granikosz folyóhoz értünk. A perzsák a túloldalon vannak. Letáborozunk és hajnalban támadunk. A perzsák pontosan erre számítanak, de nézd csak oda. A nap a hátunk mögött van, őket elvakítja. Most azonnal támadunk. Teparmeniosz, a bal oldalt irányított, Teptolemaiosz a jobb oldalt. Én középen maradok. Előre! Győzelmet aratott a Granikosz folyónál, és a győztesnek zsákmány jár. Nem, nem, a hadi zsákmányt el kell osztani. Persze tudom, csak nézegettem. Apelles a festő, és Lysippos a híres szobrász. Halhatatlanná tesznek. Helyes! Majd befejezitek később. Nem érek rá ilyesmire. Nekem a világot kell meghódítanom. Gyere, menjünk. Nem rossz, csak kevés a piros, és túl vézna a karja. Jaj! Lehet, hogy túl vézna a karja, de legalább nem esik le. Sándor nem cukorból van. A Kis-Ázsia partjainál lévő görög városok felszabadítása után Sándor tovább haladt. Gordió, Midász király ősi fellegvára. Aki ha hozzáért valamihez, aranyjá változott. Nézzetek csak oda. Miért van itt ez a kocsi? Az öreg királyé Gordiusé volt. Ő...
Igen, ez a kocsi azért van itt, mert a jóslat szerint, aki a gordiuszi csomót megoldja, az lesz Ázsia ura. Ennek se eleje, se vége. Ez nekem magas. Senki sem tudja megoldani, ez lehetetlen. Ó, elvágta a kardjával. Itt van Ázsia ura. Sándor serege napról napra nő és erősödik. Már meghódította Frigiát. Felség, döntened kell. Jól van, én vezetem a sereget, és megleckésztetem azt a kis macedont. Felség, Darius hatalmas sereget gyűjtött, ellenünk vonul. Azt mondják, 1 millió katonája van. Igen? Akkor mire várunk? Hallottad, mekkora túlerőben vannak? Uram, várj, még nem fejeztem be! Én se, sőt, még el se kezdtem. Már nagyon közel vannak. Mi a parancsod? Ha itt ütközünk meg a síkságon, ők lesznek előnyben. Nem, 10-szeres erőfölényben vagyunk. Felség, oda néz! Igazad van. Éjjel vonulunk fel, és az Issoszi hágónál várunk. Ott verjük szét őket. Issoszi hágónál nagy győzelmet aratott. Parmenios tovább nyomult előre, bevette Damaszkuszt, ahonnan 300 szakáccsal, 50 virágfüzér hordozóval és 300 táncos nővel tért vissza. Nyitva állt az út Perzsia felé, de Sándor visszafordult és Egyiptom felé indult. A tírusziak okoztak neki némi gondot. Gáza is elég kemény dió volt, görög tűz. Újítás, ami később divatossá vált. És végül elérkezett a Nílus folyóhoz. Itt alapította meg a városát, a kikötőjét, Alexandriát. Azt remélte, hogy felvirágzik majd a görög kultúra, és fényével beragyogja majd az egész világot. Több száz kilométert tett meg a sivatagban, egészen Ámon templomáig, és elmondta neki, hogy mennyivel tartozik atyának, a kosistennek, Zeus Ámonnak. Sándor kicsit furcsa, zavaros. Darius újra nagy hadsereget szervez. Az Arbeleszi csatában ütköznek meg. Még egy fényes győzelem és egy megsemmisítő vereség. És Babilon üdvözölte a hódító Sándort.
Kordot bámulatba ejtette a fejlett tudomány, az évezredekre visszatekintő kultúra, az emberek, akiket primitívnek képzelt. Mindazonáltal belevetette magát a Kelet kínálta örömökbe. Fejébe szállt a dicsőség, elvesztette az arányérzékét. Ó! Oh. Ne engedd, hogy a hevességed vezessen, uralkodj rajta! És tovább ment, egyre messzebb és messzebb a titokzatos és vonzó Kelet felé. Mit csinálsz te itt? Fekete aranyat keresek. Petróleumnak hívják, nem hiszel nekem? Nézd meg! Egyszer olyan gazdaggá teszi az országomat, amilyet nem látott a világ. Szúzát, az egyik fővárost minden erőfeszítés nélkül vették be. A hűséges Parmenius beveszi az utolsó ellenséges erődöt is a mesés Persepolis felé vezető úton. Mire való ez, uram? Valóban megőrült volna. Egy mértéktelenségre hajlamos, erőszakos apa. Egy legendákba menekülő anya, aki elhiteti vele, hogy atya Isten volt. Csoda, hogy ha Sándor kiszámíthatatlan, zavaros lett. Hozzatok egy égő fákját! Szentséges Istenek, mit tettem? És folytatta az utat egyre tovább és tovább. Előre! Darius halála után győzelmei megkérdőjelezhetetlenné váltak. Emberei elfáradtak, némelyek tiltakoztak. Minden realitás érzékét elvesztette. Megparancsolta, hogy barátját Philotaszt öljék meg. Oh. És hű hadvezérét Parmeniuszt is. És ekkor következett a fordulat. Nem, Sándor, nem vagy Isten. Egy Isten egyedül cselekszik. Te az embereid bátorságát használtad fel győzelmeidhez, mint Philotasz és Parmeniusz. Emberei nagy része több mint 20 000 kilométert menetelt vele. Sivatagokon és magas hegyeken keltek át. Új szárazföldi és tengeri útvonalakat nyitottak. Sok általuk alapított város máig is létezik. Sándort legyöngítette a malária, de elképzelhető, hogy bűncselekmény áldozata lett. 33 éves korában halt meg. Igen, tragikus túlzásokba esett, de neki köszönhető, hogy Arisztotelész filozófiája helyet talált az iszlám tanokban, és ahol elhintette a görög gondolatot, új civilizáció eresztett gyökeret, és szökkent szárba a római birodalom.